Igen, tehát antropológiai a kérdés, ugye? Tehát az ember szelleme, a nefes, a nösámá, hogyan viszonyul egymáshoz, a bűneset és az újjászületésben ezek hogyan és miképpen vannak. Na, tehát az ember három nagy egységből áll, szellem, lélek, test. Gyakorlatilag az ember személyisége áll részben a lelkéből, és áll az emberi szellemből, ezt az emberi szellemet hívja a Biblia nösámának. Erről mondja, hogy a példabeszédek, hogy az Úrtól való szövétnek az ember szelleme, ami bevilágít a szív minden kamarájába. Tehát ennek van egy ilyen őrálló funkciója, tulajdonképpen ennek az eredménye a lelki ismeret, tehát amelyik ugye vagy vádol, vagy felment. Ez az alapvető, az emberi szellem alapvető működése, hogy az ember szelleme kutatja az embernek a dolgait, mérlegeli, egyfajta bíróságként működik, és vagy jóvá hagyja, amit teszünk, gondolunk, vagy elítéli, és ez szerint érzünk ugye felszabadultságot, vagy lelkiismeret furdalás. Ez nagyon fontos funkció bennünk, mert amikor az ember krízis helyzetbe kerül, a kritész azt jelenti, hogy ítélni, akkor külön kell válassza a lelki, hogy megőrizze a jó lelkiismeretét, külön kell válassza az igazat a hamistól, a jót a rossztól. És míg ez a külön választás zajlik benne, míg a bíróság vajudik, míg a szellem működik, munkálkodik bennünk, hogy a végére járjon a dolgoknak, addig krízist élünk meg, mert nem tudunk békességre jutni abban, hogy mi a helyes és mi a jó, és ezeknek a folyamatoknak bennünk le kell zajlani. Tehát ez eleve így működik, ez így működik pogányban, így működik újjászületett hívőben. Amikor a bűneset megtörtént, akkor Ádámnak a szelleme elszakadt az Úrnak a szellemétől. Ez azt jelenti, hogy az élet úgy jön az emberben, hogy Isten az élet forrása. Az Isten szelleme eleveníti a mi szellemünket, ezt a bizonyos nösámát, a szellem eleveníti a lelket, tehát továbbadja az életet a léleknek, és a lélek eleveníti a testet. Ugye a testnek az élete a lélekben van, a lélek, az élet, a vér, a testnek az élete, tehát nem a szellem mennyei élet, hanem a testnek az élete. Ezek szoros szinonim fogalmak tulajdonképpen a Bibliában, tehát a vér, a lélek és a testnek az élete, ez egy fogalomkör a Szentírásban, az áldozatok és minden egyéb ugye erre épülnek föl. Tehát amikor az ember bűnbe esett, akkor elvesztette a hitét, a bizalmát Istenben, és ennek a bizalomvesztésnek az eredménye volt az, hogy az embernek a szelleme elszakadt Istennek a szellemétől, és ezzel az életnek ez a folyása megszakadt. Ez ember először szellemileg halt meg. És ez a meghalás azt jelentette, hogy az ember szelleme és az Isten szelleme nem volt többet közösségben. És az embernek a szíve, a szelleme meghomályosodott, ugye ezt a folyamatot a Róma 1 írja le. Az ellenkezője az újjászületés, és azért is hívja a Biblia újjászületésnek, mert ezt a halott szellemet, ami nem azt jelenti, hogy nem létezik, hanem azt jelenti, hogy nincs közösségben az Istennel. Ezt a halott szellemet lehelli a Szent Szellem újjá. Jön az evangélium üzenete hozzád, és az megérint téged, és Isten szelleme újjá szüli a te szellemedet. Az életre kelt, és nem úgy történik, hogy nem létezett, és most létezik, hanem hogy el volt szakítva Istentől, és újra egyesül az Istennel. És az új teremtés tehát először a szellemedben kezdődik el, és a lelki ismereted szerint tisztít meg téged, ugye az új szövetség, és onnan tevődik át a hangsúly magára a lelkedre, és azt jelenti, hogy ugye a lelkednek is, az énednek, a személyiségednek, ennek az új személyiségnek fölül kell írni a régi személyiségnek a dolgait benned, ez a hitben való növekedés, ez a Krisztus természetének a felöltözése. A fizikai halál, a testi halál, a szellemi halált követi. Tehát először Ádám aznap, mikor vétkezett, meghalt, a szellemi halál állapotába került, majd ennek következményeképpen halt meg testileg is. Az újjászületés ennek a fordítottja, először a szellemet születik újjá, ott keletkezik ez az új élet, ez az új teremtés, és ennek az eredménye lesz majd, hogy ez az új teremtés felöltözi magára az új testet. Ez a testnek a feltámadása. A kérdés csak azért, hogy akik nem hallják, azoknak is elmondjam, arra vonatkozik, hogy a Mózes második könyve leírja, hogy Mózes, mikor fenn volt a hegyen, akkor visszajött arca sugárzott a dicsőségtől, arra leplette. De ennél kérdéket elemezett, tehát a jelenlétében a kérdésem nekem elvonatkozik, hogy ott lehetett, a sátorban nem lehetett, akkor miért? Igen, és ezt a leplet rátette Mózes az arcára, és mikor bement a sátorba, akkor levette a leplet, amikor kijött a sátorból, akkor pedig arcára tette a leplet. Utána pedig le van írva, hogy felszentelik a sátrat, rászáll az Isten dicsősége ugye a sátorra, és amíg a dicsőség rajta nyugodott a sátoron, addig senki sem mehetett be, még maga Mózes sem. Ugye két dolgot kell erről tudni. Az első az, hogy a
Mózes második könyvében sem, és általában a Tórában sincs kronológia. Tehát tipikusan úgy meséli el a történeteket a Biblia, hogy elmond egy valamit, amit el akar mondani, majd ebből az elmondott ívből kiragad egy részletet, amit részletesebben is meg akar mutatni, és azt utána kifejti. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a dolgok később történtek, hanem azt jelenti, hogy másra fókuszál a figyelme, tehát egyrészt ebben nincs kronológia. Másrészt a Mózes az arcát azért leplezte el, hogy Izrael fiai ne lássák az elmulandó dicsőségét. Ezt kétféleképpen magyarázzák, ugye Mózes is mulandó volt, másfelől maga a dicsőség is mulandó volt. Ugye a zsidó levél a dicsőségre magyarázza, hogy ez a dicsőség egy mulandó dicsőség volt. A héber mind a kettőt megengedi a fordításban, hogy Mózes is egy mulandó ember volt, akin ez a dicsőség nyugodott, illetve maga a dicsőség is mulandó volt. Ezt a zsidó levél ugye szembeállítja Jézusnak a dicsőségével, amelyik nem mulandó. A leplet Mózes az arcára nem Isten miatt tette, hanem Izrael fiai miatt. Nem akarta, ugye, hogy Izrael fiai lássák azt, hogy ez a dicsőség róla ilyetténképpen sugárzik. Amikor a sátrat felszentelik, és ugye ennek külön figyelmet szentel az írás, mert ez nagyon fontos esemény volt, akkor az, hogy a dicsőség felhője megnyugodott a sátoron, és senki sem léphetett be oda, annak az volt a jelentősége, hogy Isten elfogadta a művet. Tehát tulajdonképpen ez volt az Isten részéről a pecsét, hogy rendben van, elfogadom, innentől fogva a nevem, a személyem az itt fog lakni. Úgyhogy sem Mózes, sem más ezért nem mehetett be ekkora sátorba. Nem tudjuk pontosan, hogy a sátor felszentelése és az a Mózes arcának a sugárzása, ezek pontosan hogyan aránylottak egymáshoz. Minden esetre a sátor felszentelése után, ugye igen, tehát itt vannak kérdések, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy miután felszentelték a sátrat, valahányszor Mózes kijelentést kapott, akkor ezt mindig úgy kapta, hogy oda ment a sátorhoz, levette az arcáról a leplet Isten színe előtt, és amikor Isten előtt állt, akkor leplezetlenül beszélt az örökkévaló vele, mint ember barátjával. És utána visszatette a leplet, és kijött az Izrael fiai közé, és ami le van írva utána, hogy szólt az Úr Mózeshez, mondd meg a népnek, Mózes pedig szólt a néphez, ezt mondja az Úr. Ezeket kapta akkor Mózes, amikor ez megtörtént vele. Jó? Ha nem a kérdésedre válaszoltam, akkor tedd fel újra. Nekem teljesen, nekem az nem tiszta, hogyha a kegyen lehetett a jelenlétében, akkor sem tudom én nem, mert ha barátok voltak. Ja, hogy a hegyen ott lehetett is jelent, a sátor... Igen. Nem tudod bemenni, azt írja, amelyben... Igen, hát nem Mózes miatt volt ez fontos, hanem azért, hogy a nép meg legyen róla győződve, hogy a művet Isten elfogadta. Tehát minden ilyen a dolognak, a sátor fennszertelésének az oltár fennszert, ez volt a lényege, hogy a nép számára egyértelmű legyen, hogy ezeket Mózes úgy vitelezte ki, hogy abban nincs hiba, és Isten azt elfogadta. Igen, a vérevés, a fulva volt állat evésnek a tilalma, ugye elhangzik az Abcsel 15-ben, amikor az apostolok megírják a pogányoknak, hogy nem kell zsidóvá válniuk ahhoz, hogy üdvözülhessenek, de négy dolgot tartsanak meg, és abból ugye kettő itt fel van sorolva. Ugye az egyik, hogy a vérevés tilalma, amihez szorosan kapcsolódik a fulva volt állat, hiszen a fulva volt állatban benne van a vére, tehát ez a kettő, ez egy és ugyanaz, nem a mózesi törvényből származik, hanem Noétól. Ugye Noénak megengedte Isten, hogy onnantól fogva az ember megegye az állatokat, és de azt nem engedte meg, hogy a hússal együtt a húst elevenítő vért is az ember megegye, mert hiszen ennek más funkciója volt, és ezt meg kellett különböztetni. Ez is árnyék volt, előkép volt tulajdonképpen. Az Új Szövetségben nincsenek ilyesfajta étkezési szabályok, tehát szabadság van az Új Szövetségben az étkezési szabályok tekintetében, mert az Új Szövetségnek épp az a lényege, hogy ami nem a szívbe megy, nem a lelkiismeretbe megy, az tulajdonképpen se baj, se kárt nem okoz. Tehát ha valaki úgy eszik valamit, hogy közben azt gondolja, hogy most tisztátalanná tette magát, és Isten előtt nem kedves, amit csinál, azzal nem az a baj, hogy az ételő tisztátalanná tette, hanem hogy a lelkiismerete lett rossz, és a rossz lelkiismeret eltaszít bennünket a közösségtől. Tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy rosszat tettünk, akkor nem nagyon keresgéljük az Úrral való közösséget, ami pedig ugye a hitünknek a maga, a hitünknek a lényege. Ezért én azt gondolom, hogy ha valaki, tehát ugye itt a véresurka, meg a vérevés, meg ezek szoktak jönni, én azt gondolom, hogy ha valaki ezektől magát távol tartja, jól teszi. De ezek nem az így jó, úgy jó, kell, nem kell kategóriába tartoznak.
Jó, tehát én, ha lehet, nem fogyasztok semmi ilyesmit, de mikor jöttek emberek, hogy a sportszeletben vér van, meg nem tudom én micsoda, akkor egy darabig ezt se ettünk, azt se ettünk, parizert se vertünk enni, mert sok mindig valaki rá. És ennek az lett az eredménye, hogy a lelki ismeretünk megfertőződött, hol ebbe az irányba, hol abba az irányba, és bohócai lettünk ezeknek a dolgoknak, és aztán, amikor rájöttünk, hogy ez nem jó így, és megértettük az igéket, amiket Pál ugye fejteget a Róma 14-ben például a kokáért, vagy a Timóteus levél a 5. részében, az 1. Timóteus 5-ben, hogy Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha háladással élvezik, ennek pont ez a lényeg, hogy nem vagyunk a világ elemei alávetve. Tehát semmi olyan dolog, ami ebből a világból való, sem meg nem tisztítani nem tud, se tisztátalanná tenni nem tud, semmi sem tisztátalan önmagában, csak annak tisztátalan, aki annak tartja. Summázza Pál apostol ezt a dolgot Timóteusnak, és a végén ennek az eszmefuttatásnak megjegyzi, hogy ha ezeket hirdeted, akkor Krisztusnak jó szolgálja leszel, megtartod magadat is, és a hallgatóidat is. Hát nagyon fontos, hogy az emberek tudják, hogy Istent szellemben és igazságban imádjuk, és ebben az anyagi dolgoknak, az evilági dolgoknak nincs helye. Ezek se elszakítani, se közel vinni nem tudnak Istenhez. A babonák nem segítenek, a bálványok nem segítenek, nem visznek közel Istenhez téged, de ugyanígy étel, ital, újhold, ünnep nem tud elszakítani sem Istentől. Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szent Szellem által. Tehát Dávid népszámlálásáról van szó. Ugye a Sámuel könyve azt mondja, a 2. Sámuel, hogy az Úr próbára tette Dávidot, a Krónikák könyve pedig azt mondja, hogy a sátán sugallta Dávidnak a szívé, hogy rátámadt Izraelre, hogy most akkor ez a népszámlálás kitől volt, Istentől volt, vagy az ördögtől volt. Ugye a népszámlálás történet kevésségről szólt, felfogalkodásról szólt, ugye Dávid azért számláltatta meg a népet, mert egyrészt extra adóbevételt szeretett volna, hiszen minden népszámláláskor válságpénzt kellett adni, ugye egy fél ezüstséget be lehetett szedni, tehát ez egy ilyen kicsit bújtatott adótörténet volt. Ugye látjuk a leírásból, hogy a Joába hadvezér, aki ezzel meg volt bízva, ez a levitáktól nem szedte be ezt a pénzt, csak a többiektől, mert azt gondolta, hogy ez már még nagyobb baj lenne. Ez volt az egyik oldala. A másik oldala pedig a kevésség volt, vagyis hogy Dávid tudni akarta, hogy micsoda nagy nép felett uralkodik, és gyakorlatilag valami módon felfújódott. Ezt pedig onnan tudjuk, hogy ugye az Isten elé adott három dolgot, hogy válasszon, ugye vagy egy külföldi invázió, vagy egy éhínség, ugye három évig tartó éhínség, három hónapig tartó betörés, tehát hogy külső invázió, vagy pedig három napig tartó járvány, ugye ezek közül lehetett választani, és ezek mindegyiknek az a tanítása, hogy ezt a hármat odaadja Dávid elé, és hogy Dávid ezen keresztül tanulja meg, hogy a birodalom nem ő miatta erős. Mert az erős birodalmat is tönkreteheti bármely. Egy járvány, egy hadjárat, egy éhínség tönkre tudja tenni a birodalmat. A birodalomnak az ereje a vezetők Isten félelmében van, és nem pedig ezekben a külső dolgokban. Nyilván a dolog hogyan történt, erre vonatkozik a kérdés. Itt nyilván úgy történt, hogy az Úr, mivel látta, hogy Dávid szíve fel van fújódva, ezért csöndben maradt, mert hát hiszen akár Dávidhoz közvetlenül, akár a proféták által szólhatott volna Dávidra, hogy csendesítse le a szívét, de tanítani akarta Dávidot ezekre a dolgokra, és ezért hátrább lépett az örökkévaló, és engedte, hogy az ördög munkálkodjon, és belekapaszkodjon Dávidnak ebbe a felfogalkodottságába. Hát, hogy ez miért, ugye sok ember életébe került, hogy ez pontosan miért tette az Úr, talán csak ránk nézve, hogy nekünk ez jó tanulságot szolgáljon, amikor olvassuk. De lehet mégis ennek egy jó következménye, megtalálták ugye a templomnak a helyét. Tehát Dávidnak ugye a látnokán keresztül beszél már csak vele az Úr, közvetlenül nem, és kijelöl egy helyet, ahol az áldozatot be kell mutatni, ahol Dávid az Arauna szérüje fölött látja a szentélyt, és aztán utána ez az oltárra egyúttal majd a szentély helye is ki lesz jelölve. Tehát tulajdonképpen a rosszból az a jó származott, hogy tudták, hogy hol kell felépíteni a templomot utána. Tehát a Dávid oltára helyén épült meg aztán a szentélynek az oltára a Mória hegyén. Csak az volt
volt a furán, hogy az van a Sámuelben, hogy megharagudott, és azt mondta Dávidnak, hogy számlálja meg a népet. Igen, tehát az ördög sugallta Dávidnak a szívébe, hogy számlálja meg a népet, Isten pedig ezt nem akadályozta meg. Tehát a kettőt szerintem összhangba lehet hozni. Végső ítélet, föltámadás. Jó, hát akkor próbáljuk rendet rakni a káoszban. Tehát a következő helyzet, ugye új szövetségi idők, Jézus feltámadt a halálból, az atyának a jobbjára ült. Az, hogy kinek a halála után az embernek a halhatatlan része Krisztushoz kerül a mennybe, vagy pedig a pokolba kerül le, az nem az ítélet része, hanem egyszerűen csak arra a helyre kerül, ahová tartozik. Az az ember, akinek a halhatatlan belső része nem Krisztusé, nincs megváltva, nem született újjá, az az ember már most a pokolhoz tartozik. Amikor meghal, akkor azt jelenti, hogy a teste nem képes többet otthont adni, akármilyen okból, ugye a lelkének, a halhatatlan részének, ez a lélek és az emberi szellem, most nevezzük az ember halhatatlan részének, és ezért oda kerül, ahova tartozik. Aki pedig az Úrhoz tartozik, annak is a halhatatlan része az Úrhoz fog kerülni, és ott nyugszik, de ez nem a végső állapota, és ez nem az ítélet. Ez egy átmeneti helyzet, és ezért az embernek három állapota van ebben a földi testben, a földi testen kívül, vagy a mennyben, vagy a pokolban, aszerint, hogy hogyan döntött a földi életében, hogy Krisztushoz akar-e tartozni, vagy pedig ugye a kárhozat jut neki osztályrészül, és a harmadik állapota pedig a feltámadás után lesz, feltámadott testben. És feltámadott testben két helyen lehet majd lenni, az egyik az új ég és az új föld, aminek a középpontja a Szentek Szentje, a kocka alakú mennyei Jeruzsálem lesz, vagy pedig a Gehenna, ami a kénkővel égő tüzes tó. Jelenleg azok, akik a kárhoztatóra várnak, kárhoztató ítéletre várnak, azok a pokol nevű helyen tartózkodnak, amit Seolnak hívnak héberül, vagy Hádésznak hívnak görögül, és ott testen kívüli állapotban várják a testük feltámadását, hogy feltámadt testben járuljanak a nagy fehér trón elé, és ott elvegyék az ítéletüket. Akik pedig a mennyben vannak, azok az egyház feltámadásának az idejét várják, akiknek a halhatatlan része a mennyben van, vagyis azt, hogy ez a halhatatlan részük magára öltözze a feltámadott testet. Ez pedig Krisztus visszajövetelekor fog megtörténni, mégpedig két különböző formában, azok, akik meghaltak, azok feltámadnak először, és utána pedig azok, akik itt a Földön élnek, egy harsona szóra, egy szempillantás alatt a testük elváltozik, és elragadja őket Isten szelleme, ahogy Illést, Énokot magával a felhőkbe az Úrnak a fogadására. Tehát ez a dolgoknak a menetrendje. Amíg valami nem világos, kérdezz meg bátran. Akik a pokolba kerülnek, most is szenvednek, de azok, én úgy gondolom, hogy mivel minden ember szűkölködik az Isten dicsősége nélkül, akik ebben a testben vannak, és nem Krisztuséi, azok is szenvednek. A szenvedésüket azonban nem az okozza, mint a középkori freskókon, hogy ott, mit tudom én, ilyen szigonyos démonok főzik őket az üstben, hanem a szenvedésüket egyrészt a saját önzésük okozza, a magányuk okozza, és a kilátástalan reménytelen helyzetük okozza. És valami fajta ilyesfajta szenvedésben, tűzben szenvednek ott. A Biblia ezt nagyon nem részletezi, a középkorban ezt ugye a különböző egyházi írók szépen kiszínezték, bár tudni kell, hogy akár Dante pokláról beszélünk, akár más dolgokról, azok többnyire a purgatóriumot írják le, és nem a poklot. Amit nagyon fontos, és szeretném, ha mindenki jól megjegyezne, hogy az ember végső kárhozata nem a pokol. A pokol az egy átmeneti dolog. A végső kárhozat helye a kénkővel égő tüzes tó, ami az ördögnek és az ő angyalainak készített, vagy kénkővel égő szurok bocsár tulajdonképpen, és ez a végső helye, ahol testben lesznek mindazok, akik, ez egy nagyon érdekes hely, mert például fénytelen lánggal ég, meg mit tudom én, szóval furcsa dolgokat mond róla a Biblia, el sem nagyon tudjuk képzelni, hogy ez micsoda, egyszerűen hívják ugye kénkővel égő tüzes tónak, meg külső sötétségnek, meg mindenfélének. Bizonyos fokig ez egy rejtélyes hely, és a másik oldalon pedig a megváltott szenteknek az otthona nem az ezer éves királyság, hanem a mennyei Jeruzsálem. Tehát mi a mennyei Jeruzsálem fiai vagyunk, ahogy írva is van a mennyei Jeruzsálemről, hogy minden fia az Úr tanítványa lesz.
Emlékezni fogunk a családtagjainkra, de hol az az ott? A mennyben? Természetesen, minden emléked megmarad. Hogy hiányozni fog-e az, aki nincs ott? Hát ugye a proféták úgy beszélnek erről a dologról, hogy amikor Istennek ez az új ege és az új földe eljön, mert Isten nem csak a földet, hanem a mennyet is újjá teremti, ugye ezt ígérte. Tehát mind a szellemi, mind az anyagi valóságot, mind a láthatót, mind a láthatatlant újjáalkotja. Ez egy olyan csodálatos alkotás lesz, amit Isten azoknak készített el, akik őt szeretik. Most ha megnézed a jelenlegi világot, ezt a földet, így körülnézünk, ez is eléggé lélegzett elállító sok tekintetben. Isten ezt annak az embernek készítette otthonul, aki az ő képmására és hasonlatosságára lett megteremtve. Az eljövendő világról pedig azt mondja, hogy amit a szem nem látott, a fül nem hallott, amit ember szíve meg sem gondolt, amit Isten azoknak készített el, akik őt szeretik. Na most, hogy ugye Isten azért nem egy földi király, hanem egy mindenható Isten, hogyha ő elkészített valamit azoknak, akik különlegesen szeret, és őt különlegesen szeretik, akkor azért az nem egy hétköznapi dolog lesz. Minden tekintetben messze felül fogja múlni azt a világot, amit most ismerünk és most látunk. És ezért azt mondják a proféták, hogy akik abba belépnek és abban élnek, azok emlékeznek ugyan, hogy milyen volt a régi világ, de a kávéházakban, mennyei kávéházakban, amikor összejönnek, hogy nyomjanak egy jó kis scrabble-t vagy valamit, akkor nem a régiekről fognak beszélgetni, hanem az újról. Mert az Úr annyival nagyobb, annyival tökéletesebb és annyival izgalmasabb, hogy a régi még ingyen sem említetik. Tehát ugye így mondja a proféta, hogy ahogyan az elavult ruhát az ember leveti, és felöltöz egy újat, Isten is úgy hajtja össze majd ezt az elavult világot, félreteszi, és egy teljesen új ruhát ölt magára tulajdonképpen, ugyanígy lesz az eljövendő világgal. És akkor az ember nem arról beszél, hogy hány folt volt a régi ruhán, és hogy hol foszlott szét, és mi volt, hogy volt, hanem arról beszél, hogy ez az új, ez milyen fantasztikus. Tehát annyira izgalmas lesz az a világ, amit Isten megalkot az őt szeretőknek, hogy ennek a világnak a felfedezése, betöltése le fogja kötni az összes idegszálodat, és nem fog hiányozni semmi a régiből. Ezt mondják a proféták. Igen, hát a Varga Ivánnal volt egy késedig menő vitám, aki állította, hogy a kutyák és a mennyek kell, hogy jussanak, mert ő annyira szerette a boxerét, hogy lehetetlen, hogy Isten őt megfossza annak az örömétől, hogy a mennybe is élvezhesse a kutyáját. Hát én nem olvasok semmi ilyet, azt gondolom, hogy a mennyei, az új ég és az új föld olyan mértékben fogja felülmúlni ezt a mostani ismeretünket, hogy a kutya eszünkbe se fog jutni. Egészen más dolgokkal leszünk elfoglalva, mindazáltal senkinek se szeretném a hitét lerombolni abban, hogy régen látott aranyhörcsögjét, vagy nemrég elpusztult kaméleonját, vagy egyéb hasonló dolgokat viszont láthassa a mennybe. Aki most a pokolban van, az a nagyfehér trón után sem kerülhet-e a mennybe. Erre azért válaszolnék óvatosan, mert a nagyfehér trón ítélete azt mondja ki, hogy az emberek megítéltetnek a cselekedeteik szerint, de nem a cselekedeteik szerinti ítélet okozza azt, hogy a gehennába kerülnek, vagy pedig nem, hanem egy bizonyos könyv, az életnek a könyve. Most ez az élet könyve, amiben vagy be vannak írva, vagy nem. Ez ugye ez az a bizonyos anyakönyv, ez a világ létele előtt már létezik, abban be van írva minden embernek a neve, aki valaha a földre születik, és a tétje annak, hogy a nevét ne töröljék ki. Tehát ugye végig az vonul a Biblián, hogy akinek a nevét kitörlik menet közben, az nem fog szerepelni az életkönyvébe. Van egy másik életkönyve, a bárány életkönyve, amiben viszont azok iratnak be, akik újjászülettek, de ez egy másik kategória, az ő ítéletük nem a nagyfehér trón előtt lesz, hanem sokkal-sokkal hamarabb, 1000 évvel korábban, Jézus visszaérkezésekor, ez egy teljesen másik ügy. A nagyfehér trónt azért hívják utolsó ítéletnek, ugye aki utána akar olvasni, a Jelenések 20-ban van ez leírva, mert ezután már nincs több. Tehát ekkor már, akik addig még nem támadtak föl, azok mindannyian feltámadnak, de úgy tűnik, a Jelenések könyve azt sugallja, hogy nem a kározatra támadnak fel mindannyian, hanem lesznek olyanok, akik a kározatra támadnak fel, és lesznek olyanok, akik az igazak jutalmában részesülnek, de a Biblia erről nem ad kinyilatkoztatást, hogy hogyan, miért, és miképpen. Tehát kik ezek, és hogy milyen módon juthattak el erre a pontra.
Nagyon fontos dolog, amit mondasz. Tehát ha valakire azt mondom, hogy hülye vagy, akkor az illetőt minősítettem. Ha azt mondom, hogy ez, amit csináltál, az hülyeség, akkor a cselekedetét minősítettem. Tudom, hogy ez nem olyan egyszerű a folyó életben megcsinálni, de ez egy nagyon lényeges különbségtétel. Különösen a gyerekeinkkel kapcsolatban ajánlom mindenkinek, ha van kamasz gyereked és csinálja hülyeséget egyiket a másik után, hogy nagyon ügyelj arra, hogy ne őt minősítsd, hanem a cselekedetét. Az, hogy, hogy ne ítéltesse el, az alapvetően arra vonatkozik, hogy mi az emberek örök sorsáról, meg üdvösségéről, meg ezek dolgokról nem tudunk végső szót mondani. Mert az van megírva, hogy ne ítéljetek semmit idő előtt, Jézus vissza fog jönni, minden rejtett dolgot nyilvánosságra hoz, még a szíveknek az eldugott, elrejtett tanácsát is. Tehát még nem csak az lesz nyilvánvaló, hogy ki mit csinálta, hanem még az is, hogy miért csinálta. Tehát milyen motivumból csinálta. És ez egyedül Istennek van kellő ismerete és jogalapja arra, hogy az emberek fölött ítél. Szinte a hegyi beszédben ugye azt olvassuk, hogy ha valaki azt mondja a másik embernek, hogy ráka, ami szó szerint azt jelenti, hogy üres. Ez olyasmit jelent, hogy értéktelen, vagy semmire kellő. És itt nyilván nem az van, hogyha most azt mondom egy embernek, hogy te semmire kellő, hogy az főtörvényszékre való bűn, hanem azt jelenti, hogy amikor a másik emberre azt sütöm rá, és azt abba a skatujába dugom be, és azzal bélyegzem meg, hogy ő értéktelen. Akkor ezt az embert, ezzel az embernek a belső emberét ölöm meg gyakorlatilag, és ugyanúgy a gyilkosság kategóriájába esik ez a dolog, és miért a főtörvényszékre. Ha pedig azt mondom neki, hogy te egy elkárazott bűnös vagy, a gehenna fia vagy, akkor én magam válok méltóvá a gehennára, hanem az. És ezt a bűnt azt hiszem nagyon sokan, hogy az egyház történelme is nagyon sokszor elkövették, hogy gehennára küldtek pikpak embereket, csak azért, mert mit tudom én, valakinek valami nem tetszett, és ez egy nagyon súlyos bűn, egy főbenjáró bűn, és ez arra a mózesi elvre megy vissza, hogyha egy tanú hamisan tanúzik, és ez kiderül, akkor azzal a büntetéssel kellett a hamis tanút büntetni, amit az az ember kapott volna, akit a hamis tanúzás alapján elítéltek volna. Tehát, hogyha valaki azt állítja a másikról, hogy ez kétségtelenül el van kárhozva, vagy el fog kárhozni, akkor, és ez nem igaz, akkor ez az ember kiteszi magát annak, hogy ő maga, az ő feje fölött lebeg, ugye ez a kárhozatos bűn. Itt is nem arról van szó, hogy az ember mérgében mondott valamit, vagy nem tudom én micsoda, hanem itt elvekről van szó, amikhez az ember kell tartsa magát, hiszen Jézus ott a törvény betöltéséről beszél. Tehát én mindenkinek azt ajánlom, hogyha ha elítél valamit, a cselekedetet ítélje el, ne az embert. És ha lehet, akkor ne a saját ítélete szerint ítélje el, hanem mondja azt, hogy ez nem egyezik az Isten igéjével. Ez van megírva, te pedig ezt csinálod, és ez nem egyezik az Isten igéjével, mert akkor végve vagy nem te ítéled előtt, hanem az ige. Még Jézus is ezt mondta, hogy nem én ítélem el, hanem az, amit, a szavak, amiket mondok, az ige, amit hirdetek. Pedig az Atya átadta neki a hatalmat. Itt két dolgot kell megkülönböztetni. Az egyik ugye a te magánvéleményed. A magánvéleményedhez jogod van. Tehát elmondod a véleményed egy dologról. Ezzel nincs probléma. Mondhatsz jót is, rosszat is, lelked rajta. Valóban igazad van, sokszor az emberek véleménye ugye a saját maguk lelki állapotát vagy pszichológiáját inkább tükrözi, mint a valóságot. Tehát sokszor az emberek beleprojektálják magukat egy helyzetbe, ugye így is dolgoznak a pszichológusok, hogy hagyják őket, hogy beleprojektálják magukat ebbe, abba, és innen tudják kikövetkeztetni azt, hogy na mégis az illető milyen srófra jár. Ugye híres tesztek vannak, hogy a pacnit eléd teszik, és akkor amit te belelátsz, az tulajdonképpen te magad vagy bizonyos fokig, vagy hogy az odába csúfoltuk egymást, aki mondja másra, gondolja magára, tehát ez ugye ez az elv. Az ítélet az, amikor minősítünk embereket, beskatujázunk embereket, azt mondjuk, hogy te rossz keresztény vagy, belőle soha nem lesz semmi, tehát ezek tartoznak az ítélet kategóriájába, és nyilván van egy örök ítélet, amikor Isten mond ítéletet rólunk és az életünkről. De mi is mondunk ítéletet egymásról, és az Úr arra ind bennünket, hogy ezzel legyünk nagyon óvatosak. Mert mi, ahogy mondani szoktuk, mindig csak a jéghegy csúcsát látjuk egy emberből. És ha Jézus azt mondja, hogy nem az szerint ítél, amit lát és hall, hanem igaz ítélettel ítél. És az a jéghegy nem látható része is hozzátartozik a dologhoz. Péter ugyanúgy elárulta Jézust azon az éjszakán, mint Júdás, mégis a két ember szögesen különbözött egymástól. Az egyik főapostol lett, a másik pedig öngyilkos és egy elkárhozott ember, pedig mind a ketten azon az éjszakán árulást követtek el. Csak az egyik gyengeségből, a másik pedig azért, mert ennek a világnak a fia volt.
Igen, tehát a nagy fehér trón az úgy van, hogy a régi ég és föld elmúlik. Az új ég és föld pedig még nem áll elő. Tehát ez a régi már nincs, az új még nincs, mert az újat csak azok vehetik birtokba és foglalhatják el, ugye semmi tisztáltalanok be nem mehet, akik már az ítéleten átmentek, és igaznak találtattak. Tehát a kérdés ugye arra vonatkozik, hogy a nagy fehér trónnál van tehát két könyv, az életnek a könyve, illetve a cselekedeteknek a könyve. Az 1 Korintus 3-ban pedig Pál beszél arról, hogyha pozdulját épít a kősziklára, a fundamentumra, akkor annak a műve megég, de ő maga megmenekül. Ugye az egyiknél nincs megmenekülés, a másiknál van megmenekülés. A különbség abban van, hogy az 1 Korintus 3 olyan emberekről beszél, akik a kősziklán állnak. Tehát a hitnek, a megmentő hitnek, az üdvösségre való hitnek a fundamentuma ott van a lábuk alatt, hisznek a názareti Jézusban. Csak hogy ezen a hiten állva, amivel az idejéket töltötték, amire odaadták magukat, a szénafának pozdorjának bizonyul, ami nem állja az ítéletnek a próbáját. Ugye mi állja az ítéletnek a próbáját? Az, ami az örökké való értékek felé törekszik, az, ami hitből van, az, ami az Isten igényi bevetett hitből jön elő, származik, ezek ki fogják állni az örökké valóság próbáját. Ahogy mondani szoktuk, tehát odaállsz az ítéletkor, és akkor azt mondod Istennek, hogy na, fiam, mit kezdtél az életeddel, mit kezdtél a talentumokkal, amit neked adtam, mit kezdtél az idővel, amit kaptál, és akkor ugye az ember azt válaszolja, hogy hát 6 évenként lecseréltem a hűtőszekrényemet, 10 évenként lecseréltem az autómat, és így tovább. Ez fog valakit érdekelni? Senkit nem fog érdekelni. Tehát ez olyan energia és erőbefektetés volt, ami persze a test életük szempontjából lehet jó, de ez volt az összes életcél, egy nagyobb életcél nem volt a dolgozónak, akkor az elég nagy baj. De az 1 Korintus 3-ban levő megmenekül. Tehát ő, neki az üdvössége nem forog kockán, hanem a Krisztusban eltöltött hívő életének az eredményei, a gyümölcsei forognak kockán. Míg a nagyfehér trónnál az a kérdés, hogy menj vagy gyehenna. És itt hol fog majd zajlani? Fehér trónnál fog ez majd? Ez a fajta ítélet nem. Azoknak az ítélete, akik a kősziklán állnak, azoknak az ítélete Jézus visszatérésekor lesz. Tehát az egyház ítélete az Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz, akik meghaltak voltak Krisztusban, feltámadnak, akik pedig élnek, azok elváltoznak és elragadtatnak. És amikor szemtől szembe meglátod az Urat, ekkor, még az 1000 éves királyság előtt, Jézus visszatérésekor, amikor te meglátod az Urat szemtől szembe, akkor megtörténik ez az ítélet. Tehát azért támadunk fel, hogy utána ítéletre menjünk. Tehát a feltámadás testben, vagy az ítélet mindig már feltámadott testben lesz. Akkor bennünket már az ezért, és a fehér trónnál már nem lesz. Mi a fehér trónnál már nagyon várjuk, hogy vége legyen, és jöjjön végre az új ég és az új föld. Az bennünket nem érint, az 1000 éves királyság sem érint bennünket. Mi már feltámadott testben a mennyben leszünk, és alig várjuk, hogy vége legyen az 1000 évnek, leketyegjen végre. Itt fogunk szolgálni, meg nem fogunk unatkozni, nem fogunk, de alapvetően nem ez az otthonunk, nem ez az életcélünk, az életcélünk a mennyei Jeruzsálem. Ő szült bennünket. Az 1000 éves királyságban lesznek emberek, akik hús-vérföldi testben, Ádám bőrében és húsában fognak élni ezen a földön. De mi, az egyház, átmegyünk a feltámadáson és az elragadtatáson, mi már a mennyben leszünk honosak, és nem a földön. Akik a földön élnek, azok ugye kikerülnek a kecskékből és a juhokból, akik a juhok. Hát az új föld az 1000 éves királyság után lesz. Tehát akik az új eget és az új földet benépesítik, azok lesznek, akik a nagy fehér trón ítéletből bemennek, illetve azok, akiknek joguk van a mennyei Jeruzsálem lakói lenni. Ez az egyház. Ez feltámadott test. Látom orszádon, hogy valami még nem világos.
Milyen a feltámadott test? Hát hasonlítani tudjuk, a feltámadott testet az 1 Korintus 15 maghoz hasonlítja, vagy hát a magvetés hasonlatát adja. Ez a mostani testünk a mag, és ami belőle ki fog kelni, az pedig a feltámadott test. Tehát ha most adok neked egy kicsi fekete magot, és te sosem láttál görög dinnyét, akkor abból nem tudod megmondani, hogy milyen lesz a feltámadott test, de olyan lesz, amilyet alkot az Isten. A feltámadott testünket, ugye így mondja a 2 Korintus 5, hogy gyakorlatilag amilyen mértékben képesek vagyunk Krisztus természetét felöltözni, Krisztus jellemét felöltözni, olyan mi lesz a testünk is. Tehát mindenki, vagy inkább az öltözetünk, mindenki feltámadott testben lesz jelen, és a földi test és a feltámadott test között az 1 Korintus 15-ben Pál apostol, aki erről tanít, ugye érdemes azt a fejezetet tanulmányozni, mond 7 különbséget. Ugye ez a mostani testünk földből való, porból vétetett és porrá lesz, a másik pedig mennyei test lesz, tehát ennek egészen más lesz az alapanyag, ez a mostani halandó, az pedig ugye halhatatlan lesz, ez a mostani gyarló, hát szó szerint azt mondja görög, hogy selejtes, a feltámadott testünk pedig tökéletes lesz, ami nem betegszik, meg nem fárad el, nem izzad, és így tovább, tehát ilyen problémái nem lesznek. Ez a mostani testünk a büntetésre emlékeztető test, a bűnnek a teste, tehát a testünk, bármi újjászülettünk, mégis az, hogy ebben a testben élünk, a testünknek a nyavajái újból és újból emlékeztetnek bennünket a bűnesetre, Ádám bűnére, hiszen még mindig Ádám testjének és hasonlatosságában élünk újjászületve. A mennyei test azonban pedig Krisztus testéhez, Krisztus feltámadott testéhez lesz hasonló, tehát olyan lesz, mint amilyen Jézus teste volt, miután feltámadt. És ugye ez a földi test, a mostani testről azt mondja a Biblia, hogy pszichikai test, tehát lélekvezérelte test, a feltámadott testről pedig azt mondja, hogy ez a pneumatikus test lesz, ami nem sűrített levegővel működő testet jelent, hanem hogy szellemi test lesz. Tehát szellemvezérelte test lesz. A mostani testünk a szellem gondolatát csak akkor hajtja végre, ha a lélek a szellem pártjára áll, mert a lélek dönti el, hogy megcsináljuk, vagy nem csináljuk. És ha a lélek nem áll a szellem pártjára, akkor nem csináljuk meg. A szellem kész, a test erőtlen, és a léleknek kell eldönteni, hogy a test vagy a szellem pártjára áll-e. De a feltámadott testünk az szellemi test lesz. Ez azt jelenti, hogy a test azonnal, mindenfajta akadály nélkül végre fogja hajtani a szellem gondolatát és akaratát. Jó, tehát ezek tudhatók, 1 Korintus 15. Igen. Hát ugye a maradék az mindig úgy van, hogy az pont az, ahogy az egyházról sem igazán lehet tudni, hogy kicsoda, mert hiszen a látható szervezetben vannak tagok, és ezeknek a tagoknak egy része beletartozik az egyházba, az igazi egyházba, másik része nem. Ugyanígy van ez Izraelre, nincs senkinek a hónkokára írva, hogy ki a maradék és ki nem. Ugye az antikrisztusi korban ez a bizonyos 144 ezer fogja a maradékot képezni, akik az életüket is, tehát párti halált halnak az Úr szolgálatában, és az egész életüket Isten szolgálatára szentelik, tehát asszony se érítenek, blabla, le van írva ezek a dolgok. Ők lesznek a maradék, illetve azok lesznek a maradék, akik Izrael házából megmenekülnek, és az antikrisztusi kor után, Jézus visszatérésekor, amikor ugye beül a dicsőség trónjába, és az angyalok a népeket elé gyűjtik, és Izraelt is összegyűjtik az 1000 éves királyságra, akkor azok, akik megmaradnak, és akik összegyűjtetnek, azok fogják képezni a maradékot, és az 1000 éves királyságban a maradék és Izrael népe egy és ugyanaz lesz. Míg jelenleg a maradék és Izrael népe két külön dolog, a maradék a népen belül egy entitás, ahogy Ézsaiás megprofétálta, és a Róma levélben Pál idézi, hogyha Izrael fiai annyian volnának is, mint égen a csillag, vagy a tenger partján a homokszemek, akkor is csak a maradék tartatik meg. De maradék mindig van. Jó? Tehát a kérdés arra vonatkozik, hogy a feltámadott testünk mennyire fog hasonlítani a mostanira. Most a helyzet az, hogy nem kell, hogy a mostanira hasonlítson a feltámadott test ahhoz, hogy ismerjük egymást. Gondolj például a szegény Lázár és a gazdag ember történetére, ugye ott a gazdag ember a pokolban gyötrődött, a szegény Lázár pedig ugye Ábrahám kebelén nyugodott, de felismerték egymást, pedig testen kívül voltak.
Tehát itt az ismeret egészen másképpen működik. Jézus is azt mondja a tanítványoknak, hogy eljön a Szentlélek, a világ nem ismeri őt, mert engem se ismer, de ti ismerni fogtájátok őt, mert hát engem is ismertek. És a tanítványokat honnan ismerjük fel? Mert fogjátok ismerni, ne aggódjatok. Tehát ez a fajta ismeret egészen másképp működik, hiszen a tanítványok Jézus sem úgy ismerték, hogy milyen volt külsőleg, mert hát hiszen Pál maga mondja, hogy tök mindegy milyen volt, ez nem érdekes. Mégis tudták, hogy az Úr az, mégis megtudták, hogy az Úr szól hozzájuk, és így tovább. Tehát ez egy más típusú ismeret. Nem szükséges, hogy fizikai valónkban hasonlítsunk a feltámadott testben önmagunkra ahhoz, hogy egymásra ismerjünk. Tudom, hogy ez nem könnyű kérdés, de ha erre vonatkozott a kérdésed, akkor ezt tudom mondani neked válaszként.